Újabb videóval jelentkezett Anonymous az állarcos alak. Ebből kiderül, hogy a fővárosi önkormányzat értékesítené Budapest utolsó nagy egybefüggő zöld területét. A felvételeken Barcs Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetője beszél arról, hogy a Mocsáros dűlőn több százezer négyzetméternyi ingatlan épülhetne, miközben az építési szabályzatot a befektetők érdekeihez igazítanák. A hangfelvétel szerint a beépítésről már megegyeztek a harmadik kerület DK-s polgármesterével is. Karácsony Gergely szerint a Mocsáros dűlőt nem beépítik, hanem megvédték a beépítéstől. Budapestnek az élen kell járni a klímaváltozás elleni küzdelemben. Miközben Karácsony Gergely 2019-ben részben a környezetvédelemmel kampányolt, majd főpolgármesterként klímavészhelyzetet hirdetett, a városvezetés Budapest utolsó nagy egybefüggő zöld területét készül felszámolni a Mocsáros dűlön, derül ki Anonymous legújabb videójából. Az ismeretlen alak ebben felhívja a figyelmet Szabó Tímea egyik korábbi videójára, amelyen a Párbeszéd társelnöke arról beszélt, hogy Karácsony Gergely a rövid regnálása alatt megmentette a területet, oda semmit sem lehet építeni. Azt is megígérte, hogy zöldül Budapest. Budán a Mocsáros dűlőn 650 ezer négyzetkilométer zöld területet nyilvánított védetté, és mondta ki, hogy nem lehet oda semmit építeni. Az elmúlt 30 év legnagyobb zöldítése volt ez. A politikusok azt mondták, hogy nincs eladási szándék. Sőt, ellentétes döntés született. Közben meg a háttérben a cápák cápáztak. A szóban forgó egyeztetés 2021. május 5-én zajlott a fővárosi vagyonkezelő Attila úti épületében, ahol jelen volt Barcsé Balázs vezérigazgató mellett a cég egy másik munkatársa, Gansperger Gyula, Berki Zsolt és további három befektető. Az üzletemberek arról érdeklődtek, hogy építési szempontból milyen övezet jön létre a Mocsáros dűlőre tervezett fejlesztéssel, Barcsé Balázs pedig rugalmasnak mutatkozott. Most csináljuk. Most árazzuk. Itt nagy valószínűséggel én azt fogom képviselni, hogy nem pénzé vagyunk, hanem kérünk egy épületet. Tehát csinálsz 1100 lakást lehet rátenni, akkor mondjuk kérek, nem tudom én, 150 lakást. Az egyik tárgyalófél felvetette, hogy a harmadik kerület nem szeretne több lakást a területen. Erre Berki Zsolt, az úgynevezett jutalékos rendszer kulcs szereplője közbeszólt, szeretni fog. A harmadik kerület nem szeretne lakást, a Bécsi úton senki nem szeret lakást. A lakással, azzal kommunális fejlesztés jár, és nem jár iparűzési adó. De ezen a területen a tekintettel arra, hogy itt egy város, egy vegyes funkció, itt a Kislacival megvan a díl, hogy itt lehet lakást. A vagyonkezelő vezetője egyértelműen arra utalt, hogy Kislászló, a kerület DK-s polgármestere már rábólintott a beépítésre. A fővárosi ingatlanok eladása körüli botrányt még az Index robbantotta ki, amikor november 4-én arról írt, hogy a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat dobra akarja verni a budapesti városházát. Bevonták a tárgyalásokba Bajnai Gordon volt miniszterelnököt is, aki közösségi oldalán azt írta, csőbe húzták. Ugyanakkor nem tagadta, hogy befektetői körök tervezték a műemléki védelem alatt álló épület megszerzését és az ingatlan fejlesztését. A MediaWorks hírcentruma kiderítette azt is, hogy olasz befektetőknek is felajánlották a városháza megvásárlását. Erről csütörtökön Budai Gyula, fideszes országgyűlési képviselő dokumentumokat is mutatott. A gyanús ingatlan ügyletek miatt az elmúlt hetekben számos feljelentést tettek. A rendőrség befolyással üzérkedés, csalás, hűtlen kezelés, vesztegetés és vesztegetés elfogadása miatt nyomoz.